Javában zajlanak a munkálatok Hajdúszoboszlón, ahol 50 méterre a régi szabadtéri színpadtól egy új, korszerű színpad épül. Ez egy 1000 férőhelyes szabadtéri lesz, modern, a korkövetelmények megfelelő, 430 millió plusz áfába kerül, és valóban, mivel nem sikerült pályázati pénzt szerezni rá, ezt a saját erőkből építjük. És hogyan született a döntés, hogy ezt mindenféleképpen meg kell csinálni? Mi indokolta ennek az új szabadtéri színpadnak a megépítését? Hát ugye nyaranta különösen sok vendég látogat városunkba. Számukra valamilyen programot kell csinálni, és hát a régi szabadtéri színpadnak sem a nézőtere, sem maga a szabadtéri színpad nem volt alkalmas arra, hogy az előadások színvonalasak legyenek. Hajdúszoboszlón a nyári szezonban a vendég éjszakák száma körülbelül 1,3 millió. Az ideérkezők nyugalma érdekében további fejlesztések is várhatók a fürdő környékén. Ott a fürdő környékén további fejlesztések is lesznek, ugye egy teljesen új park épül, amely egy igényes, más szemléletű. Onnan az árusokat kitiltottuk, vagy hogy szebben hangozzék, megkértük, hogy a jövőben ne ott történjen az árusítás. Tehát ez a park illően a gyógyfürdőhöz egy gyógypark jelleget kap, és itt a csönd, a nyugalom, a szépség fog dominálni, és az a vásári hangulat, ami ott volt esténként, nyári esténként, az megszűnik, illetve hát a városnak egy másik részére tevődik át. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.